minden mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Kedves a testvéreim, valóban összegyűltünk a mi Istenünkkel, Krisztus oltára köré, hogy ezt a legszebb vasárnapot, hétvégét, az egyház évben Krisztus király ünnepét méltóképpen üljük meg, amikor a minisztránsokkal nap folyamán többször töltöttünk boldog időt a Szentségi Jézus jelenlétében, hogy megérezzék, hogy mennyire szeret bennünket a mi üdvözítő Jézus. Szentmisénket felajánljuk az élő minisztránsokért, tehát álljuk az, hogy vannak elhunyt minisztránsainkért is, azokért is imádkozunk ebben a szentmisében. Köszönjük szerető pápai Kárás, a székesegyházi őrvalók úr, kedves Ferenc úr. A mai szép ünnepen a minisztránsok szeretnének minisztránsok oldalmat tenni, hogy ezzel is megmutassák elkötelezettségüket Krisztus iránt. Miért volna találkozó? Igen. Kérdezzem rá tőledek, kedves minisztránsaim, Jézus kis barátai és barátnői, figyeljetek kérdésekre, próbáljatok úgy válaszolni, hogyan a szívetek szeretete, a hitetek fénye, a kezetekbe tartott mécses diktálja, szívetek elterjen Jézus szeretetével és reménységével, hitével. Kedves gyermekek, Isten szolgálat a minisztrálás nagy kinevetés. Csak rendes viselkedésű fiúk és lányok állhatnak Jézus oltára körül. Az égben az angyalok állnak Isten trónusa körül, dicsőítő éneket zenítve, szolgálatokkal boldognak. Itt a földi hajlékában a minisztránsok azok, kik ezt a szolgálatot teljesítik a láthatatlan Isten földi trónusa az oltár körül. Most titeket, kedves hívek, kérjük, imádságotokkal kérjétek ezekre a minisztránsokra Isten bőséges áldását. Fiaim és leányaim, örömmel hallom kéréseteket, de jól jegyezzétek meg minisztránsnak a többi gyermek példaképére kellene. Nem csak itt a templomban, állítatos viselkedéssel, gyakori szentálkozással, jónással, hanem szorgalmával ki kell bűnnie a tanulásba, otthon is, beszédre rendes, tiszta, méltó legyen, viselkedése udvarias, szívesen segít szüleinek és embertestvéreinek, boldog, ha valamit tehet a templomban és környékén annak szívítésére. Kérdezem tehát tőled, ígéritek-e, hogy szent szolgálatot, mint a mennyi atya gyermekei, példás fegyelemmel végzitek? Ígéritek-e! Ígéritek-e, hogy mint Krisztus kis testvére, minden körülmények között minisztránsokhoz méltó módon viselkedtek? Ígéritek-e, mint az Anya Szent Egyház kiváltságos tagjai, életetekkel Krisztus viszitek az emberek közé? Ígéretjük! Ígéretek-e, hogy hűségesek lesznek a minisztrál szolgálatban? Ígéretjük! Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Krisztus királyunk! Hordozattal tételünk elé! Hordozattal tételünk elé!
szolgáljunk neked a szent misén. Hogy örömödet talált bennünk. Hogy örömödet talált bennünk. Éljen Jézus, a mi királyunk. Éljen Jézus, a mi királyunk. Thank you.
Mindenki akkor, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell is uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá neveti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. Ha majd minden alá lesz vetve neki, maga fiú is alá veti magát annak, aki mindent alá vetett neki, hogy Isten legyen minden, mindenben. Ez az Isten igéje. Uram, mikor látunk téged éhezni,
hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna. Mikor látunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged. Mikor látunk betegen vagy börtönbe, hogy meglátogattunk volna, akkor a király így fele. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreink közül egyen is tettetek, velem tettétek. Azután a balján állókhoz szól, távozzatok tőlem, kiálkozottak. Az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készül. Mert éhes voltam, nem adhatok nekem enni. Szomjas voltam, s nem akarok inni. Idegen voltam, s nem fogadhatok el. Ruhátlan voltam, s nem takarhatok el. Beteg voltam, börtönben sínyültem, s ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezték. Uram, mikor látunk téged éhez, vagy szomjas, idegenként, vagy ruhában, betegen vagy börtönben, nem sietünk a segítséget. Ő pedig ezt feleli majd neki. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tették. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igényei. Aki keresi a választ.
első kín, amit használ a mai Szentmise olvasmánya, Ezekiel prófétától, Krisztussal a királlyal kapcsolatban nem más, mint a jó pásztor. Krisztus király, mint egy pásztor, az ő királyságát fölépíti úgy, hogy nem valami fényes, ragyogós, pompás, gazdag, hatalmas befolyással van, hanem az ő királyságát elsősorban az jelenti, az a csodálatos egyszerűség, szegénység, szerítség és alázat. Az, ami a jó pásztornak a jellemző, és amilyen figyelemmel van az ő bárányi irányába a jó pásztor, amelyet rávesztek bízva. Mindegyiknek a fejé, személy, tekintetét külön figyel, hogy vigyázzon rá a betegre, a fáradtra, a szenvedőre, a soványra, a jól tartottra egyaránt, egyiket sem enged ki abból a látókörből, amelyet ő maga elé állít, hogy mindenki segítsen az égi haza felé. Így őrködik ő a bárányai fölött, és így őrköd a mi isteni jópásztorunk, Jézus Krisztus királyunk, maga irgalmas szívével mindannyiunk fölött. A másik kép, amit elénk állított a Szent Veszke, Jézus Krisztus, mint király, mint első, aki a halottak föld közül föltámadott, és ezzel mindannyiunk számára megnyitotta a föltámadásra az örök életre vezető utat. Ő a maga isteni gazdagságából meg akar ajándékozni, kiárasztja isteni életét mindannyiunknak a szívébe. Szent Pál, a nemzetek apostola ezzel a csodálatos képpel áll előttünk a Krisztus király ünnepén, hogy mi is ilyen gondossággal próbáljuk az isteni életet árasztani magunkból, amit mi kaptunk, hogy tovább adjunk és tovább sugározzunk minden egyes embertestünk. A harmadik kép, amit kaptunk Jézus Krisztusról, az a Szent Máté evangéliumából hangzott el, hogy ki hogyan ítélteti meg és hivatja meg magát az örökboldogság. Nem Jézus az, aki bennünket elítél, hanem mi magunk vagyunk azok, akik megítélik magunkat. Szent Máté csodálatos módon az irgalmasság cselekedeteit sorolja föl, mint olyanokat, akik által mi meghívást kaptunk az örök életre. Nézzünk csak egy kicsit körül magunk környezetében, hány és hány testvér találunk, aki fáradt, aki szomjas, akinek nincs semmi igaza, aki várja a mi józanunkat, a mi türelmünket, a mi segítségünket, hogy kezünkkel nyújthatunk, akihez a lábunk elvihet, hogy valamilyen szolgálatot tegyünk, hogy ahogyan a kisgyermeket elé próbáltam állítani, hogy milyen hálás lelkülettel kell lenni minden egyes jó cselekedetért, törődésért, esetleg az idősebb testvér részéről kapjuk azt, ami életünk során. Ó, olyan boldogság adni egy életen át,
abból a gazdagságból, abból a kiadhatatlan forrásból, Jézus Krisztusból, amely mindig ott áll rendelkezésünk. És ide vár bennünket, ha elfáradtunk, ha kimerültünk, ha túl nagy a keresztünk, hát a kereszt is elő menni, odaállhatunk, és ő az ő erejéből átsugározza azt az erőt, amire nekünk szükségünk van keresztünk hordozásához. De ez a király olyan, akit nekünk keresünk kell. Ha Krisztus, a jó pásztor keres minket, akkor keressük mi is őt. Ha ő felcsön, akkor mi is induljunk el felé. Ugye a legkiemeltebb helyünk, ahová feléje kell indulni, az az Isten háza. Aztán a közös imádság, a család, legalább esténként, legyen a család együtt, a legszentebb imádságban. Kedves Összülő, hozzátartozunk. Számunk, a pap számunk, oly boldogság volt a mai nap folyamán, hogy ezek a fontos, tiszta lelkű gyermekek nem csak a ruhájuk fehér, de hogy mennyire rá tudnak érezni az isteni hívásra, az isteni jóságra, az isteni szeretetre. A templomban egyetlen egy figyelmeztetésre nem volt szükség, mert az ő lelkük ártatlan és tiszta. És tudják, tudták, hogy kinél vannak, kiszól hozzájuk, gyarló emberen keresztül, s olyan emelkedett lelkületben tölthettük ki ezt a napot, töltöttünk meg mi is az ő szeretetével, jóságával, hogy hálánkat el szeretnénk vinni az édesapák, az édesanyák, a nagyszülők, az idősebb testvérek felé, mondtam, hogy csókolják meg a kezeiteket, szülők, amit értük tettetek. Mert nekünk a hálás lelkület, szerények királya az, ami bennünket meg tud tisztítani, ami erővel tud eltölteni, hogy az ember megtapasztalja azt, hogy valaki is segíthetett, akkor az a hála, amely visszasugárzik, az újból föltölt bennünket újabb lelki energiával, hogy nem fáradunk el az úton, nem számítanak az élet, az egészségjával, vagy bármi más. Jézus Krisztus az, aki bennünket az ő szeretet királyságába akar vezetni. Ebbe akar boldoggá tenni, és megnemesíteni a sok a rossz a világban, sok a méltatlan dolog, a kemény, az elvadult viselkedés, akkor ne haraszoljunk, hanem tegyünk. Próbáljunk mi jobban, szentebbek, türelmesebbek, alázatosabbak lenni, szeretetre méltóbbak lenni, és akkor szó nélkül meg tudjuk nyerni Krisztus a szeretet királya számára azokat, akik még tévedenek, akiknek még nem adtak a kezünkbe égő mécses, mert ez a mécses, annak a fénye Krisztustól, az örök fénytől jön, hogy átvezessen bennünket göröngös földi életbe, egészen az isteni hazába, hogy akkor majd az összes szentekkel együtt, és a mennyei angyalok seregével együtt egy örökké valóságon át dicsőítessük a mindenség királya, ami megváltunk a Jézus Krisztus. Amen. Thank you.
és erőt, hogy még sokáig szolgálhassunk vele oltárunknál. Kérünk, hallgass meg! Kérünk, Úr, a előtteinket, életünk minden napján sok-sok szolgálatot jutalmazni. Kérünk, Úr, óvj és védelmezd azokat, akik ministrásokat bármilyen formában segítünk, szolgálatok végzésében, és akik a mai szép ünnepéhez, ünnepéhez valamilyen formában hozzájárulnak. Kérünk, Úr, annak elmondásainak boldogító színeglátása. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a mindenség királya, hallgass meg esetlen népedet, áld meg őségedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön őrtél. Amen. Minden népnek, Szent Fiat, aki veled él és uralkodik,
mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és emeljükről szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, mindig és minden hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyám, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadnak, a mi Urunkat, Jézus Krisztus, az örök olajával, örök főpappá, és a mindenség királyává tenni. Hogy a kereszt oltárán tökéletes, engesztelő áldozatból felajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. Miután hatalma alá vetett minden teremtmény, az örök és egyetemes országot mérhetetlen fölségednek átadja, az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. Ezért nincs, miként az angyalok és főangyalok, a trónok körül álló hatalmas égi szerveme, és minden sereget a mennybe, a te dicsőséged imádzás lenni, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vélem.
a Szentlélek által, egyik imádjával, egyszer lélekkel, kiforduljunk a mennyei atyához, így atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, kirgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül élünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges elmúltét. Thank you.
Szeretettel köszönöm a kedves úr szülőkkel, hívekkel,
hogy november 28-án reggel 8 órára várjuk a katolikus iskolába, az akkoriskolába, hívogatóra a szülőket, hozzátartozókat, reggel 8 órakor tájékoztató, majd a másik órában látogatási lehetőség lesz a különböző órákban. Továbbá szeretném felhívni ismételten a hívek figyelmét, hogy december 7-től lesz a szokásos adventi lelki gyakorlatunk a Györi Baráti lelki gyakorlatos házunkba. Várjuk az érdeklődőket, hogy karácsonyra méltóképpen felkészülhessünk. November 29-én szerdán lesz Szent András apostol ünnepe. Csütörtökön első péntek, a Rózsafüzér társulat a titokcseréről ne feledkezzék meg. Jövő hétvégén az adventi koszorú első gyertyáját, szaporiskola alsó tagozatosra gyújtják meg, rövid állítat keretében. Másikat majd a kurzisták, a harmadikat a képviselőtestület tagjait, a negyediket pedig a minisztrátor. Továbbá kérném, először is megköszönöm a kedves minisztráns gyermekeknek, a szüleinek, hogy engedték a gyermekeket Jézus. Isten ajándékát ide engedtétek, hogy gazdagodjanak attól, aki az élet, az örök élet szerzője, ajándékozója, a föld életre és az örökké valóságra egyaránt. És egyúttal szeretnék mindenki felé hálás köszönetet mondani a minisztrásnapra küldött süteményét és minden más nagylelkű segítségét, a Jóisten fizesse meg ez a maga múlhatatlan égi javait. Szeretnénk kérni a kedves szülőket, a minisztránsokat és a hozzátartozókat, hogy a minisztránsokat a szentmise után a templomunkban várják meg, minden minisztráns ide fog feljönni az átöltözés követően, majd itt kapják meg az ajándékot. A bejáratnál kitett tablón megtalálhatók a gyermekek fényképei, ezeket is el lehet venni. Természetesen mindenki csak a saját gyermekéről készült képet el. És hát most nekem a végén még azért kötelességem az főszervezőnek és a szervező és segítő társainak köszönetet mondani. Nem kis dolog egy ilyen napot ennyi gyermekkel, hál' Istennek összehozni. Ez is kegyelem, hogy éppen a 30 éves felszentelésének évfordulóján ez a templom ilyen szentlélek élő templomai kezdheti tovább építeni, díszíteni, ékesíteni a lelki kincsekkel, erényekkel, a Szentlélek ajándékaival. Legyen mindenki az Isten áldása. A nap folyamán többször elhangzott a fohász, a kérés, az imádság, papi, szerzetesi, szerzetesnői hivatásokért. Én tőletek az imád kérem ehhez, meg az, hogyha a gyermekben a hivatás kegyelme jelentkezik, azt a kegyelmet ki ne oltsátok, ne tartsátok vissza. Nem vagyok olyan idős, de elég idős vagyok ahhoz, hogy megtapasztaltam papi életem során, amikor a szülők valakit lebeszéltek a papi hivatásról, az a fiatal, vagy akár most már felnőtt, az életben annyi megpróbáltatáson ment keresztül, és soha nem találja meg a maga helyét, mert valahogyan azt az első szent szikrát kioltották belőle. Mi imádkozunk ezért, hogy ennek a világnak, ahol oly nagy a sötétség, egyre több világoskodó Istennek szentelt fiatalja legyen, hogy Krisztus fénye rajtunk keresztül áradjon a világ.
Kedves Ferenc atya, 30 évvel ezelőtt Pataki kormány püspök úr átadta önnek az újonnan épült Szentlélek templom kulcsait, és ezzel megnyitotta önt a Szentlélek templom első plébánosával. Püspök atya azt kérte ezzel, hogy legyen gondos őrzője Isten házának. Ma reggel Ferenc atya ezt a kulcsot átadta nekünk fiataloknak. Bízzunk abban, hogy mi is gondos őrzőjük voltunk a templomnak és a plébániára, és jövőre újraig tartottunk egy élményekben, és imádságban voltak szép napot. Megköszönjük a Ferencek bizalmát, ezzel visszaadjuk a megkondítsát. Otthon nagyon jól vigyáztál a kulcsra, remélem, hogy egyszer egy életre rábíznak a templomnak, a templomoknak és a hívek lelkéhez a kulcsot, hogy azt tud, hogy nyisd meg, amit meg kell nyitni, és zárd be azt, amit be kell zárni. Kedves Ferenc atya, ezen a csodálatos nap végén szeretném megköszönni, hogy idén is sok élménnyel gazdagodnak, és lelkiekben elkerülve térhetünk haza a Istenségből. Köszönjük Ferenc atyának a lehetőséget, hogy így lehetünk a és a türelmet, amennyit irányunkba tanúsítunk. Bízunk benne, hogy legyen veletek, és a veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével. Isten meg az Úr angyala köszönti a Yeah.
Thank you.
várom, amíg a szülők fotózkodnak, aztán utána. Egyébként jó lesz. Az a baj, hogy benne vannak egy-ketten, úgyhogy addig nem tudom megcsinálni. Megkérhetném, hogy ki menne a képből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen!